Sziasztok, srácok! Ezzel a videóval már régen adós voltam nektek, ugyanis pár héttel ezelőtt, jó pár héttel ezelőtt kint jártam Isztambulban az ASUS Magyarország jóvoltából, és volt szerencsém belepillantani abba, hogy laptop fronton, meg hát majd meglátjátok, miért gondolkodtam el, tehát hogy ezen a területen mikkel készül rajtvonalhoz állni a vállalat, és ez gyakorlatilag 7 modellt fed le, 7 plusz 1-et. Ezt a plusz egyetiket kezdeném, ez Mothership névre hallgat, nem tudom, hallottatok-e róla, hogyha nem, akkor nézzetek utána. Gyakorlatilag arról van szó, hogy az Asus összerakott egy rettenetesen büntető modellt. Kapott 64 GB ram -ot. laptopról beszélünk, mert mindjárt kifejtem, hogy miért laptop. Tehát van benne 64 GB RAM. kapott egy felső kategóriás 9. generációs Intel processzort, és ff, valami embertelen durva, amit tud. Tehát egy RTX 2080-as chip is van benne, és az a legkeményebb, hogy nem tudom eldönteni igazából, hogy ez milyen gép, mert ránézésre laptopnak tűnik, de igazából az a fura benne, hogy a maga a billentyűzete az egy ilyen mágneses pántnál le- és felcsatolható. Egy kicsit esetlennek tűnt ott a kiállításon, meg meg fogjuk nézni, hogy gyakorlatban mit tud, meg mi az a terület, ahova igazából az Asus szánta, de az biztos, hogy ebben a portfólióban, ebben a line a Mothership képviseli az abszolút csúcsot, Hát az árát tekintve is. De menjünk tovább, menjünk rá arra a bizonyos 7 modellre, amiről még szó van. A Zephyrus család is képviseltette magát, konkrétan a MGS. GSM. Tehát e, igazából ezekkel a jelzésekkel, ugye három kategória, az S is, meg az M modell is, meg fogja kapni a 9. generációs processzorokat, illetve az RTX csippeket. A nagy különbség igazából az M-nél lesz érhető, ugyanis az Ryzen 7-es csippel fog érkezni, és stabil fix GTX 1660-as csippel. Meg egyébként is örülök annak, hogy az RTX csippeket elkezdik rendesen tolni a gyártók, mert úgy néz ki, hogy a, a játékpiac is kezd éledezni úgy szépen lassan. Tehát már a közeljövőben is olyan RTX támogatású játékok fognak napvilágot látni, mint a Control, vagy a Wolfenstein Youngblood, és ez csak egy-két hónapon belül két fontos cím. Úgyhogy ha ilyen dömping lesz a játékpiacon, akkor tényleg a végén érdemes lesz figyelni az RTX felhozatalt, úgyhogy most alig várom, lássam, mire képesek ezek a gépek. Ezen kívül van nekünk még kettő darab Scar 3-as sorozatunk, amik között igazából nagy különbség nincsen, ugyanúgy 9. generációs i9-es, i7-es vagy i5-ös processzort választhatunk beléjük, ugyanúgy RTX 2070-es csippet tehetünk bele, vagy haladhatunk ennél szépen lassan lejjebb. Viszont az igazi különbség az lesz köztük, hogy a G5-ös sorozat 15 szoros kijelzővel érkezik, míg a G7-es sorozat 17 szoros kijelzővel érkezik, ami nyilvánvalóan valahol az áron is meg fog látszódni, de ez alapján a kettőt elég rendesen meg lehet majd különböztetni egymástól. És végezetül a Strix Hero 3-as sorozatból is kettő fog érkezni, milyen meglepő, itt is az lesz a különbség elsősorban, hogy mekkora lesz a kijelző mérete. Lesz 15 szolos modell, 17 szolos modell belőle, de hasonlóan az előzőhöz, ebben is lesznek 9. generációs processzorok, ezt kiválaszthatjuk i7-esből, i9-esből, i5-ösből, 32 gb még fel lehet skálázni a benne lévő memóriát, úgy ennek, mint ahogyan a Strixnél is. Illetve, ami még érdekes lesz, hogy a G531-es, ami már egyébként itt van nálunk, a G531-eshez fog érkezni egy ilyen, egy ilyen kis Keystone nevű addon. Ez gyakorlatilag egy NFC csippel ellátott profil tároló egység, amivel egy árnyék meghajtóhoz tudunk hozzáférni a laptopon, el tudjuk tárolni a különböző profilbeállításokat, meg mindenféle hasznos dolgot fog tudni, a, nagyon nem akarok belemenni a részletekbe, hogy megérje majd megnézni a tesztet is, amit majd csinálunk róla, de az első hírmondója ennek a laptopnak már itt van, meg fogjuk hajtani mindegyiket. Igazából mindegyik laptop érdekes a maga szempontjából valamilyen oldalról, nyilván, lesznek egyéni preferenciák, hogy kinek mennyire jön be, vagy az egyik modell, vagy a másik, mennyire AMD felé húz az embernek a szíve, mennyire akar mondjuk a csúcs termékre rámenni, mint mondjuk a Mothership-nél, meg hát nyilván az árérzékenység a magyar piacon, meg aztán egy fokozott tényező, de rajtunk nem fog múlni. Én igazából a saját önző érdekeimet néz, ha csak egyet próbálhatnék ezek közül a laptopok közül, akkor az, az inkább a Mothership lenne, de hát nem az lesz, most így egy jó darabig, viszont én nagyon kíváncsi vagyok, hogy a ti véleményetek ezekről, amit elmondtam, így nagyjából mi, milyen játékokkal szeretnétek látni, hogy meghajtsuk ezeket a gépeket, és hogy az RTX-hez való viszonyatok mennyit változott az elmúlt néhány hónap alapján. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem, és az Asus Magyarországnak még egyszer köszönöm, hogy, hogy Isztambulban láthattam ezt a fantasztikus sót, meg bepillanthattam a jövőképükbe. Sziasztok!